Egészséges avathús, 800 millió forintos beruházásból, közel 50%-os állami támogatásból vathús feldolgozó üzem épült Napkoron. Elkészült a fedeles lovarda, több mint 300 millió forintból épült fel Nyíregyházán a 2400 négyzetméteres létesítmény. Kevesebb dinnye termett, a magyar gazdák idén jóval kevesebb palántát ültettek el, az érés pedig a csapadékos és hűvös időjárás hátráltatta. Biológiailag a legegészségesebb hús a vathús, zsírszegény, antibiotikummentes és rendkívül különleges ízű. Hazánkban mégis mindössze fejenként 40 dekagrammot fogyasztunk éves szinten. Hangzott el egy vathús feldolgozó üzem átadóján Napkoron. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az üzem több mint 800 millió forintos beruházásból, közel 50%-os állami támogatásból épült fel. Egy régi TS telep almaválogatója alakult át vathús feldolgozó üzemmé Napkoron. Az 1200 négyzetméteres megújult külsővel rendelkező szendvics panelekből készült 98 helyiséget tartalmazó épület a technológiai és higiéniai előírásoknak megfelelően alkalmas arra, hogy a vad gasztronómiát minél szélesebb körben népszerűsítse. A családi vállalkozás a vidékfejlesztési program keretében uniós támogatással megvalósított üzemében prémium kategóriás termékeket állítanak majd elő. A feldolgozás három fő szegmensből áll. Szőrös lőtt vadat fogadunk, ezt dolgozzuk fel, ugye ez a nyúzás, bontás, csontozás, darabolást jelenti. Ezt tudjuk csomagolni, illetve később tovább feldolgozni. Ugye az üzemben van egy elég komoly technológiával megépült szárazárú kolbászféle és sonka gyártó rész, füstölő, érlelőkamrával. Abszolút hagyományos módon gondolkozunk abban, hogy már az eleve természetből érkező húst a természet adta lehetőségekkel dolgozzuk fel. Úgyhogy ez a két fő pillér, ami a szőrös nagyvadakra épül, lőtt vadakra épül. Sonkafélék, füstölt szalámi, kolbász, érlelt marha és vadhúsok, illetve szuvidált termékek előállítása mellett létrejött egy apró vad és baromfi vágó részleg is. Itt szárnyas lőtt vadat tudnak tisztítani, feldolgozni és csomagolni. Emellett az üzem kisebb vágópontként is funkcionál. Különösen a gyerekek körében kívánják népszerűsíteni a vadhús fogyasztást. Jelenleg évente 6-7 ezer tonna feldolgozott vadhús kerül a magyar asztalokra. Céljuk azt elősegíteni, hogy ez a szám növekedjen. Az egy nemzeti érdek, hogy a lakosság minél több vadat és minél több halat egyen az egészséges nemzet érdekében. És ehhez fontosak, hogy legyenek vadhús feldolgozók, és itt különösen fontos az, hogy a szezonális helyzetnek megfelelően mindig friss hús van, friss hús, fagyasztott hús, de itt olyan különleges technológiával állítanak elő szuvidált húst, vagy például érlelt sonkát, ami a szezonális hatástól függetlenül is bármikor elérhető. Most sok olyan ember van, aki idegenkedik a vattól, mert nem nagyon evett, de hogyha megkóstolja és ráérez az ízére, hogy így fejezzem ki magam, akkor a továbbiakban is keresni fogja, és így az előkészített hús, amit ez az üzem is elő fog állítani, az olyan, hogy könnyű a konyhai feldolgozása, nem kell ördöngös tudomány ahhoz, hogy valaki elkészítse, és reméljük, hogy így minél többet fognak fogyasztani vadhúst. Az üzem működését 70-100 tonna feldolgozott termék előállítására tervezték, egy műszakban összesen 10 főt foglalkoztatnak majd, de a kereslet növekedésével ez bővíthető. Az alapanyag minden esetben hazai előállítású, emellett a beruházás a megye értékeire, adottságaira alapoz. Ez az újonnan átadott üzem vonzhat olyan fajta lehetőséget, olyan fajta munkahelyeket is teremthet, amelyek nem csak a megyében, hanem a térségben is kifejtik jótékony hatásukat, és ilyen módon hozzájárulunk a megye gazdasági fejlődéséhez, a GDP növekedéséhez, munkahelyteremtéshez, tehát mindenféleképpen egy nagyon példaértékű és új beruházás. A következő napokban, hetekben még csak a próbaüzemben működnek, de szeptember közepén már elindulhat a gyártási folyamat is. A termékeket itthon és külföldön is értékesíteni szeretnék. Az üzem termékeivel a hazai vadhús fogyasztását jelentősen tudják növelni, valamint a vállalkozás célja tudatosítani, hogy a világ legegészségesebb húsa a vadhús.
Több mint 300 millió forintból fele részben állami támogatás segítségével épült meg Nyíregyháza új fedeles lovardája. A létesítmény hőszigetelt, így egész évben használható. Főleg a saját tenyésztésű lovakat trenírozzák a 65x27 méteres pályán, de a tervek szerint nemzetközi versenyeket is rendeznek majd a fedeles lovardában. A lótartás és lovaglás ma már nem csak a mezőgazdaság számára fontos, az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb figyelmet kapott a lovas sport is. Egyre többen kezdtek el lovagolni, ennek megfelelően létesültek lovasiskolák, próbáltuk azt, hogy szakmailag is úgy képezni az oktatást, az oktatókat, az edzőket, hogy azok megfelelően tudják átadni a modern sportnak megfelelően a lehetőségeket, a tudást, és hát úgy alakult, hogy így 2020-ra már szinte minden településen, minden részén az országnak vannak lovardák, megvannak talán a feltételek. 2017. decemberében született meg a kormánydöntés arról, hogy Nyíregyházán is szükség van egy fedeles lovardára. A fiatalok számára biztosítanak lehetőséget arra, hogy a lovas sportot válasszák. A szakemberek szerint a magyar utánpótlás az egyik legjobb Európában, felnőtt díjugratásban pedig Közép-Kelet-Európában hazánk listavezetőnek számít. Nekünk a fő célunk sportvezetőknek, hogy mindenki sportoljon, ahhoz viszont kellenek olyan sportlétesítmények, amelyekbe be tudjuk hozni a gyermekeket, vagy akár a fiatalokat, vagy akár az élsportolókat, akár nemzetközi szintről, vagy akár ténylegesen azt tudjuk mondani, hogy a 21. században meg tudjuk tartani a gyerekeket a sportban, és a lovasport valóban egyre népszerűbb, de ahhoz nagyon fontos, hogy a fejlesztések menjenek. A lovarda nem csak a sportot szolgálja majd a városban és a térségben, hanem a kultúrát és a turizmust is. Itt van egy Nicsi Laba szálloda, tehát a feltételek a turizmushoz adottak, ez a lósportra is igaz, hiszen lehet ide versenyeket hozni, de még ilyen produkciókra is, mint például ma este lesz, és én azt remélem, hogy ez a jövőben még erősödni fog. A szerda esti előadást 20 ló és 60 lovas részételével tartották meg, délután stábunk ott járt, akkor azonban még üres volt az 1000 fős nézőtér. Ez egy 34 méter x 71 méteres épület, tehát egy 2400 négyzetméter, ami egy 27x65 méteres pályát foglal magába, ami gyakorlatilag a saját céljainkra, de akár nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas nagyságrend. A beruházás értéke az bőven meghaladja 300 millió forintot, támogatás összege a 150 millió forint volt. Az épület 11,5 méter magas, a megfelelő levegő csere és levegő mennyiség miatt egész évben használható, hiszen hőszigetelt télen-nyáron tompítani tudja a külső hőmérséklet változásait. Az új lovardát 99%-ban saját tenyésztésű lovak edzésére, sportkarrierjük felépítésére használják majd. Évente 10-15 csikó születik a nyíregyházi tenyésztőnél, amelyek később kiváló eredményekkel szerepelnek a nemzetközi versenyeken is. A koronavírus miatt sok gazda állt el a görögdínye termesztésétől idén, így több mint 10%-kal esett vissza a termőterület nagysága a tavalyi évhez képest. Nem csak kevesebb, de a hűvösebb és csapadékosabb időjárás miatt a szokásosnál gyengébb minőségű is az idei gyümölcs. A felerősödő import miatt azonban így is drágábban juthatnak hozzá a vásárlók. Augusztus második felében jellemzően már elárasztják a görögdínyék a piacok és az útszéli gyümölcsárusok standjait. Az ország főbb dínyetermő megyéiben, így például Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyében már befejeződött a szezon, Szabolcsban azonban még jelenleg is folyamatban van a magról vetett növény betakarítása. A közelmúltban regisztráltakhoz képest idén több okból kifolyólag csökkent a termőterület nagysága, tudtuk meg a Fruit Web alelnökétől. Az előző évekhez képest a termésmennyiség hektára vetítve csökkent, és maga a termőfelület is csökkent országosan. Tavaly évben 4500 hektár volt az eltelepített dínye, az idei évben pedig 4000 hektára csökkent. Ugye az elsősorban a korai telepítésű dínyéket érintette. Sokan bizonytalanok voltak a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet miatt, hogy akkor hogyan fog alakulni a piac. Na most az eltelepített dinnyék esetében ugye volt egy május-júniusi csapadékosabb, hűvösebb időjárás, ezért a szezon durván egy 10-15 nappal később indult, ez jellemző volt a korai dinnyékre. Elmondható továbbá, hogy nem csak kevesebb, de a szokásosnál talán gyengébb minőségű is az idei hazai dinnye. Ennek oka, hogy érésére kedvezőtlenül hatott a szokásosnál is csapadékosabb és hűvösebb időjárás, így a gyümölcsnek nem volt elég ideje megkötnie a talajban.
A termőterület csökkenéséhez hozzájárult egy évek óta tapasztalt jelenség is. A felerősödő import miatt ugyanis sok gazda gondolta úgy, hogy nem fog bele a folyamatba. Szezon elején ugye elég nagy az importnyomás, főleg ez a júniusi időszakra jellemző. A görög dinnye Törökországból és Olaszországból származó importdinnyék úgymond versenytársai a magyar dinnyének. És ugye ez egyre jellemzőbb, fokozódik évről évre. És ugye ez okoz egy olyan problémát, hogy mire megjelenik a magyar dinnye, addigra már a vásárló már úgymond jól lakott az importdinnyéből, tehát nem keresi úgy, amikor elindul a szezon a magyar dinnyét. Ugye ez a fogyasztásra is van egy csökkentő hatással, és sajnos az ára is. Most idén ugye jellemző volt az, hogy hiány van, ezért hál' Istennek magasabb volt a termelői ára az elmúlt évekhez képest. Gubacsi Zoltán hozzátette, a déli országokból importált növények kereskedelmét már érdemben nem befolyásolta a koronavírus, emiatt is kerültek hátrányba a magyar termelők. A felsorolt körülmények miatt a görögdínye fogyasztói ára is emelkedett. A tavalyi 170 forintos átlagár idén a 200 forintot is megközelíti. 91 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, jelent meg a kormány hivatalos járványról tájékoztató honlapján. Ezzel 5379 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Eddig 614-en hunytak el a betegségben, 3757-en pedig már felgyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma pedig 1008 fő. Továbbra is Budapesten és a fővárost övező megyékben a legsúlyosabb a helyzet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 4 új megbetegedés regisztráltak, így 143 az aktív fertőzöttek száma. Az esetszám folyamatos növekedése miatt a kormány pénteken dönt a szükséges szigorító intézkedésekről. Ukrajna egy hónapra, augusztus 29-től szeptember 28-áig ismét lezárja határait a külföldiek előtt, jelentette be az ukrán miniszterelnök. A beutazási tilalom nem terjed ki a tartózkodási engedéllyel rendelkezőkre, továbbá egyes konkrét esetekben is készek kivételt tenni, amiről az ukrán határőrszolgálat hoz majd döntést. A kormányhatározatról az ukrán külügyminisztérium tájékoztatja a külföldi országokat. Közel azonos szintre kerül péntektől itthon a benzin és a gázolaj átlagára. A 95-ös benzin ára várhatóan bruttó 5 forinttal emelkedik, a gázolaj ára több mint két hete nem változott, és most pénteken sem fog. Így a benzin átlagára 377 forintra módosul, a gázolaj pedig átlagosan továbbra is 378 forintba kerül, de az autósok jelentős eltérést tapasztalhatnak a kutakon. A Magyar Színházak 32. Kisvárdai Fesztiváljának díszelőadását láthatta a közönség szerdán a zsinagógában. Hubay Miklós római karnevál című színpadi játékát marosvásárhelyi soproni és zentai művészek vitték színpadra Pataki András rendezésében. Ha nem tudnám, hogy ez megint csak képzelődés, akkor most azt kellene hinnem, hogy a mennyországból ide hajtottak nekem egy szerepet. Hubay Miklós, a nagyváradi születésű Kossuth díjas drámaíró, a római karneválban egy megtörtént esetet dolgoz fel Lánci Margitról, aki a II. Világháború előtt a Nemzeti Színház művésze volt. A szerző a tragikus eset kapcsán szól az ember, a művész és a művészet kiszolgáltatottságáról. Közismert, hogy Lánci Margitot a Rákosi korszakban perbe fogták, színésznő helyett szövőnőt gépeltek egyébként a peranyagba, és senki nem gondolkodott el azon, hogy ez a kis elütés azt eredményezte, hogy a művésznőt egy textilgyár ipari titkainak olasz kapcsolatokon keresztüli elárulása miatt több év börtönre ítélték, ami önmagában is egy tébolyút abszurd. Szóval Lánci Margitról szól ez a mű, az ő emléke előtt tiszteleg, és mindenki előtt, aki a kommunista diktatúra áldozata volt ártatlanul. A főszerepet alakító Farkas Ibolya 61 évvel ezelőtt kezdte pályáját. Ez az előadás számára valójában jutalomjáték. Minden színésznő életében vannak mélypontok és vannak csúcsok. Hát az én életemben sokszor volt mélypont. Volt, amikor jogosnak éreztem, és abból rengeteget lehetett tanulni, és volt, amikor bizony övön aluli ütés volt, és ebben az esetben ezt a szerepet, amit most játszom, ugye a Lánci Margit
hiteles története alapján íródott darab. Az övön aluli ütésekről szól, és ezeket ismerem. A produkció, amely három színház művészeinek együttműködéséből született, a közönség körében határon innen és túl is nagy siker. Ezek a határok, amelyek most meg vannak rajzolva, ezek nem olyan régen lettek megrajzolva, mondjuk 100 évvel ezelőtt, de a mentalitás, a kultúra az ugyanaz. Tehát ugyanazon a nyelven szólalunk meg délvidéken, ugyanazon Marosvásárhelyen, és itt Kisvárdán és Esztergomban is játszottuk. A fesztivál versenyprogramjában a következő napokban a nézők láthatják többek között az Újvidéki Színház, a Szabadkai Népszínház, valamint a Kassai Tália Színház előadásait. A záróünnepséget szombaton rendezik a Kisvárdai Művészetek Házában, ahol a díjakat is átadják majd a legsikeresebb művészeknek. A dán Andersen nyerte a V4-ek junior világkupa kerékpár verseny egyéni időfutamát, valamivel több mint 5 perc 25 másodperc alatt teljesítve a 4,5 kilométeres távot. A Nyíregyháza belvárosában kialakított pályán a szintén dán Wang tekert végig a második legjobb idővel, míg a harmadik helyet a német Krecsi szerezte meg. Délután Ibrányi rajtal és céllal 73 kilométer teljesített országúton a mezőny, pénteken pedig Vásáros-Naményból indulva 107 kilométer megtétele után délután 14:30 körül érnek a nyíregyházi célba a bringások. Döntetlennel kezdte a bajnokságot a Nyíregyháza Spartakusz második csapata. Szilágyi Krisztián együttese a megyei másodosztály Pannónia ZRT csoportjának nyitó fordulójában hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Kálósemjénnel. A legutóbbi idényben a megyei harmadosztályban szereplő Spari 2 egy osztályjal feljebb rögtön egy rangadóval kezdett, a Bodnár Lászlóval és Volodymyr Ovsienkóval megerősített Kálósemjét fogadták a nyíregyháziak az örökösföldi pályán. A vezetést a vendégek szerezték meg Bodnár 11-es bőlő góljával a 18. percben, a hazaiaknak a hajráig kellett várniuk az egyenlítésre. A 86. percben Szokolai szintén büntetőből volt eredményes, beállítva az 1-1-es végeredményt. A vendégek edzője elégedett volt a megszerzett egy ponttal. Július 1-én kezdtük a munkát Kálósemjénben, ugye mindenki értesült arról, hogy rövid időn belül egy pályavaton találtuk magunkat a Kisvárda ellen, és azzal a mérkőzéssel igazából 9 felkészülési mérkőzést tudhatunk le a felkészülési időszak alatt. Ez alatt heti 2-t edzett a csapat, és igazából úgy gondolom, hogy a legerősebb ellenféllel találtuk magunkat az első fordulóban, és mindent megtett a csapat annak érdekében, hogy ez az eredmény. Talán úgy gondolom, hogy nekünk kedvező. Rengeteg játékos távozott a csapatból, és én úgy egyeztem meg a vezetőséggel, hogy csapatot kell építenünk. Tehát ilyenkor nagyon nehéz célokat meghatározni, illetve megjósolni. 10-12-13 játékos beépítése az senkinek sem egyszerű feladat. Mi most ezen dolgozunk. A lehető leghamarabb szeretnénk elérni a csapategységet, és azt, hogy ezek a játékosok megpróbáljanak egymásért küzdeni, futballozni. A Spari 2 célja a bajnoki cím megszerzése. Szilágyi Krisztián edzőnek 3 különböző csoport játékosaiból kell összeállítani a csapatot. Vannak az utánpótlásból, az U19-ből kiveregetett játékosok, illetve tudja Dávid Barzógergő és Csoma Dániel, illetve vannak az U19-es játékosok, akik kettős játékengedélye játszhatnak nálunk, illetve az első csapat keretéből vannak azok a visszajátszó játékosok, akik tudnak nekünk mérkőzéseken segíteni. Mindenféleképp szeretnénk megnyerni a bajnokságot. Tudom, hogy ez nagyon nehéz lesz, már a mai meccsen is megmutatkozott, hogy nagyon sokat kell még dolgoznunk, és meg kell szenvednünk minden egyes mérkőzésen a pontokért. Természetesen ez lenne a célunk. Megpróbálunk majd mindent eltenni, elkövetni azért, hogy a végelszámolásnál ott tudjunk lenni az élen. A 46-szoros válogatott Bodnár László újabb osztályban és újabb csapatban mutatkozott be a mérkőzésen. Nem mondom, hogy jól esett, de megpróbáltunk mindent megtenni, hogy pontokat hozzunk el. Ez 85 percig sikerült is, de kaptunk egy 11-est, ami szerintem nem volt az. Ilyen a foci, de megpróbálunk tovább lépni. Kisvárdai elfulladtság miatt így nem tudok kiállni. Egy edzésem voltam, ahogy edzőmeccseken tudtam, akkor jártam, próbálom segíteni a csapatot. Úgy nem is kellett nagyon beéleszkedni, mert nagyon hamar befogadtak a csapatások. Ezáltal így
sokkal könnyebb volt minden. A következő fordulóban két év szünet után játszik ismét hazai környezetben bajnoki meccset a Kálusemjén, vasárnap az Apaid látogat a felújított semjéni sporttelepre, a Spali 2 pedig Tiszavasvariban lép majd pályára. Elszenvedte második vereségét a Nyíregyháza Spartakusz. Gálhidi György együttese az MB2 szerdai fordulójában 1-0-ra kapott ki Győrben. A tabella 7. helyén álló Spari vasárnap a jelenleg 14. Kazincz Barcikát fogadja a Városi Stadionban. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Biológiailag a legegészségesebb hús a vadhús, zsírszegény, antibiotikummentes és rendkívül különleges ízű. Hazánkban mégis mindössze fejenként 40 dekagramot fogyasztunk éves szinten, hangzott el egy vadhús feldolgozó üzem átadóján Napkoron. Az üzem több mint 800 millió forintos beruházásból, közel 50%-os állami támogatásból épült fel. Több mint 300 millió forintból fele részben állami támogatás segítségével épült meg Nyíregyháza új fedeles lovardája. A létesítmény hőszigetelt, így egész évben használható. Főleg a saját tenyésztésű lovakat trenírozzák a 65x27 méteres pályán, de a tervek szerint nemzetközi versenyeket is rendeznek majd a fedeles lovardában. A koronavírus miatt bizonytalanok voltak a gazdák, így idén sokan nem kezdtek bele a dinnye termesztésbe. Részben emiatt is jelentősen több mint 10%-kal esett vissza a gyümölcs hazai termőterületének nagysága. Nem csak kevesebb, de a hűvösebb és csapadékos időjárás miatt a szokásosnál gyengébb minőségű is a hazai görög dinnye, a felerősödő import miatt azonban így is drágulás tapasztalható. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták augusztus 27-én csütörtökön, amellyel holnap este ismét várjuk majd Önöket. Addig is látogassanak a weboldalunkra a most megtekintett tudósításokért. Már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Éjjel fátyol felhős lesz az ég, majd fokozatosan csökken a felhőzet, csapadék nem lesz. A nyugati, majd az északira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10-14 fok között alakul. Pénteken fátyol felhős idő várható szűrt napsütéssel, csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul. Hétvégén az ország túlnyomó részén kánikula várható, a hőmérséklet csúcsértéke helyenként a 35 fokot is meghaladhatja. Sok lesz a napsütés, inkább csak nyugaton és északon fordulhat elő a gomoly felhő képződésből helyenként zápor, zivatar. Vasárnap este markáns hidegfront éri el a nyugati megyéket, amelynek hatására hétfőn a Dunántúlon már jelentősen visszaesik a hőmérséklet, és főként arrafelé záporokra, zivatarokra is többfelé kell számítani.